Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni a közeljövőben? Hogyan közeledik hozzád? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt a botok a háttérben utalnak a múltra. Ez olyan, mint egy kerítés, és ez a kerítés jelenti a kihívásokat, a korlátozásokat, de ő ennek hátat fordít. Viszont ott van előtte itt ez a nagy medve, aki megpróbálja őt támadni. Ennek a medvének van szimbolikus jelentése, ez lehet egy férfi, lehet egy nő is. Tehát itt szembenéznek egymással, és itt lesz egy nagy kihívás, ahol neki védenie kell magát. Holott sebzetnek érzi, hiszen a feje be van kötve, ez még a múltra utal, de itt a következő napokban, hetekben még lesznek kihívások. Ez eltart szeptember hónapig. Itt láthatunk egy édesanyát ezekkel az ikrekkel, de nem a gyermekekre figyel, hanem tekint egy más irányba. Ott a másik parton van egy nagy vár, és itt vannak a vágyak, mert ez a hölgy oda szeretne elérni. A képeknek szimbolikus jelentése is van. Itt láthatóak a kelyhek, de ez mind össze van törve. És ez utal a múltra, és itt vannak könnyek, fájdalmak. Az tényleg lehet, hogy van itt a háttérben egy szomorú nő, és azt várja el, hogy ő etesse őt, ő gondoskodjon róla az anyagiakat illetően is, holott ez a hölgy már más irányba tekint. És ez a vár fontos, ami várja őt, hiszen ott van az anyagi jólét, vagy a biztonság. De mint mindig, ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, és utalhat az ő tartására. És a gyermekek azt jelentik, hogy mások így kihasználják őt, kiszívják az ő erejét, az energiáját, vagy pénzt akarnak tőle. És pontosan ebből a helyzetből akar ő most kilépni, és tekint a vár fele, amit ő ki akar építeni. Ez a kép őt szimbolizálja, és itt megvannak nála a tervek, a gondolatok, mégpedig hosszú távon erre utal ez a hosszú út, és ez az út jelenti az ő sors útját, az ő élet útját. Azt, amit az ő lelke kiválasztott, és pontosan ezen az úton akar járni, hiszen ez az ő terve, ez az ő gondolata. Ha így van, akkor várható, hogy változások lesznek, és most megtekintjük azt, hogyan tovább, mit fog tenni. Ez a kép utal a megújulásokra. Ő valamit maga után hagy, ahogy itt is látható, és lezárja a múltat, lesz egy új kezdet, itt vannak tervek, és itt lesz egy új irány. Nem hagyja azt, hogy mások kihasználják őt. Ezen a képen látható a fő papnő. Az jelentheti azt is, hogy érdekli ez a téma, egy spirituális terület. De amit a főpapnő még jelent, a sorsok könyvét, hiszen
őrzi ezeket a titkokat. És mi áll a sorsok könyvében? Természetesen a sors utatok, és gyakran itt van egy találkozás, amikor benne van ebben a könyvben, tehát ez a kapcsolat nem véletlen. Ha ő úgy érzi, hogy te vagy a lelki társnője, akkor ez az út egy közös életút, mert ez itt is meg van írva a sorsok könyvében, ugyanúgy, mint a csillagképekben. Itt lesz egy találkozás, ami házassághoz vezethet. Valami örömteli értéket, hiszen ő közeledik hozzád. Lehet, hogy lesz itt egy meglepetés, egy eljegyzés, mert az ő gondolataiban megjelenik itt ez a házasság. És a harmadik kép jelenti ezt az állandóságot, tehát egy biztos, stabil párkapcsolatot. Itt ez a kép azt jelenti, ő tudja, hogy mit akar. Ő ezeket a célokat, ezeket a terveket meg akarja valósítani, de előfordulhat néha nála, hogy egy kicsit makacs. Itt látható ez a közös életút, én úgy mondanám, ez az arany középút, amit az ő lelke, a te lelked, a ti lelketek kiválasztott, és itt nincsenek véletlenek, hiszen a lélek ismeri ezt az utat. És ha hallgattok a belső hangotokra, és megvan ez a bizalom, akkor tisztában vagytok azzal, hogy minden jóra fordul, itt kivirágzik valami, utal a jövőre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!